Sok szeretettel köszöntjük a www.bpa.hu oldalnak a nézőit, és egy nagyon fontos információval fordulunk most hozzátok, nevezetesen azzal, hogy a jövő hét vasárnap, azaz november 27-én a délelőtti istentiszteletet követően délután 6 órától a Materiál Center rendezvény termében a harmadik emeleten újból megrendezésre kerül az S4835 klub. Ezen a délutánon egy fergeteges, dicsőítő istentiszteleten lehetünk együtt, aminek az előzménye az, hogy az elmúlt évben tartottunk egy sorozatot, ami kimondottan a dicsőítésről szólt. Ezt a sorozatot elneveztük Dicskurzusnak, és ezen az előadás sorozaton foglalkoztunk azzal, hogy mit is jelent számunkra a dicsőítés, és a mellettem álló Gyárfás Istvánt és Kovács Pétert szeretném megkérdezni, hogy az, hogy részt vettetek ezen a Dicskurzuson, hozott-e változást az életetekben, a dicsőítésben való szolgálatotokban? Először Pisti, téged kérdezlek. Jó, hát mindenképp ez volt a cél, hogy leássunk jó mélyre, és újra az alapelvektől tisztázzuk a dolgokat. Szerintem mindenkinél jó gyümölcsöket termett ez a fél év, vagy közel fél éves kis kurzusocska, és gyakorlati hatása is volt, tehát nem csak a szavakban, hanem erőben is állt a dolog. Igen, pont ezt szerettem volna Pétertől kérdezni, hogy hogy látod, hogy a gyülekezetben mindaz, ami elméletben elhangzott, milyen mértékben valósul meg az istentiszteletek? Azt gondolom, hogy azt látjuk, hogy az Istennek az igéje megtermi a maga gyümölcsét, és az Isten tiszteleteken is egy nagyobb aktivitást tapasztalunk a dicséretben, és ugye az a célunk, hogy bevonjuk a gyülekezetet a dicséretbe, hogy ne külön legyen a színpad és a gyülekezet, és azt tapasztaljuk, hogy ez hétről hétre megvalósul, és ez nagyon nagy öröm a számunkra, és az imám, hogy ebben tovább tudjunk fejlődni, tovább tudjunk növekedni, mert ez a cél Istennek a dicsérete, hogy egy szívvel és egy szájjal tudjuk Isten dicsérni, mert megígért, hogy amikor mi őt dicsérjük, akkor ő közel jön, akkor ott van közöttünk, szól hozzánk, és ez a legjobb dolog, ami történhet, hogy Isten szól hozzánk. Így van. Pisti, mit vársz ettől a jövő heti rendezvénytől? Hát szeretnénk egy kicsit megfiatalodni, meg megújulni, mert én mindig ezt tapasztalom, amikor fiatalokkal tudok együtt lenni, hát mondjuk zenében, dicsőítésben, akkor mindig ez a következménye, hogy én magam is egy 10 évet legalább fiatalodok. Oké. Hát igen, azt elhallgattuk, azt az információt még a kedves nézők elől, hogy ezen a rendezvényen a BPA ifjúsági dicsőítő csapata lesz az egyik szolgáló csapat, és a második pedig a BPA Gospel Team, tehát így gyakorlatilag ezen az estén generáció fogtak találkozni, és a vének és a fiatalok együtt fogják dicsérni az urat. Péter, te hogyan készülsz erre a jövő hét vasárnapra? Hát én igével szeretnék egy pár gondolatot, pár igét szeretnék megosztani a dicsérettel kapcsolatban, ezzel is buzítva önmagamat is, és a gyülekezetet is Istennek a dicséretére. Így van, azt azért még el szeretnénk mondani, hogy a prózai rész a zenei dicsérethez képest viszonylag rövid lesz, ezért mindenkit arra bátorítunk, hogy mindaz, amit eddig elméletben tud, jöjjön el és valósítsa meg a gyakorlatban, úgyhogy kérünk titeket, hogy hozzatok olyan ruhát, amiben kényelmesen tudtok mozogni, a tornacipőiteket ne felejtsétek otthon, szeretnénk táncolni az Úr előtt, az egész lényünkkel szeretnénk őt dicsérni, úgyhogy bátorítunk mindenkit így együtt hárman is, hogy gyertek el, várunk titeket, tehát jövő héten november 27-én vasárnap délután 6 órakor a Metz rendezvény teremben dicsőítő istentisztelet, gyertek és ne maradjatok otthon. Köszönjük a figyelmet!